Február 17-én indul az MB2-es férfi kézilabda bajnokság, amikor az Opus Tigers Hajdúszoboszló Balmazújvárosra látogat. Csapatunk az első helyről várhatja az alapszakaszból hátra lévő három mérkőzést. Jó eséllyel pályáznak a felsőházra, ahol még nem minden ellenfél ismert, így nehéz jóslatokba bocsátkozni. A felkészülésről, az új igazolásokról és a bajnokságban várható eredményekről érdeklődtünk a csapatházatáján. Lassan felébred Csipke Rózsika álmából a kézilabda, mert a hétvégén már bajnoki mérkőzésetek lesz. Hát nyilván nem aludtatok eddig sem, elkészültetek gőzerővel erre a tavaszi idényre. Első helyről indul neki a csapat, van még az alapszakaszból pár meccs vissza. Mire számíthatnak a szurkolók? Hát január elejétől elkezdtünk kőkeményen dolgozni, ugye itt ez alapozó időszakban rengeteg futás, erőfejlesztés, és hát ugye minden, ami az ilyen időszakkal együtt jár, nem a legkellemesebb, és hát nem is biztos, hogy jól esett a srácoknak, de azt gondolom, hogy megfelelően felkészültünk a bajnokságra. Hát ez a három meccs, ami hátra van, az nekünk nagyon fontos lesz, ugye kezdjük idegenben a Balmazújváros ellen, akik ellen ugye itthon pontot veszítettünk, úgyhogy mindenkit fűt a vágy, hogy egy kicsit próbáljunk egy kicsit visszavágni miatta. Aztán pedig két hazai mérkőzéssel zárjuk az alapszakaszt. Ugye jön majd a Hajdúböszörmény, akik most ugye egy ponttal lemaradva mögöttünk a másodikok, tehát nagyon nagy csata lesz, és utána a Kisvárda, akik gyakorlatilag ők is azért elég közel vannak, és még ők is a felsőházba kerülhetnek, tehát ilyen szempontból bármi lehet. Mi szeretnénk mind a hat pontot összeszedni, aztán meglátjuk, hogy mi hogy sikerül majd. Reméljük, hogy ott folytatjuk, ahol az utolsó meccsen abba hagytuk, konkrétan az általam is sokat emlegetett utolsó 5 percre gondolok, de félretéve a vágyámokat, nagyon vártuk már, hogy eljön ez a pillanat és ez a hét is, amikor ráfordulunk erre a remélhetőleg számunkra sok izgalmat és sikert tartogató tavaszi szezonra. Ehhez kell egy nagyon jó keret, ami azért az ősszel megvolt, most meg azért erősödött is, erősödött a keretünk. Hát igazából Muca Norbert Debrecenből érkezett hozzánk, ő reményeink szerint egy hatalmas erősítés lesz. Ugye az NB1-s bajnokságból sikerült megszereznünk, magas védekezni és támadni is tudó játékosról beszélünk, aki azért ugye egy NB1-s szintet képviselt, és ennek megfelelően a bemutatkozásánál is azért látszott, hogy a többi posztásának egészen magasra teszi a lécet, úgyhogy tőle nagyon sok mindent várunk. Most úgy hozta a sors, hogy a váltás mellett döntöttem, itt Szabosztón nyílt egy lehetőség, meg tudtam Kokóval egyezni igazából. Mindkét fél nyitott volt a dologra, és megegyeztünk, és idejöttem. És élvezem egyenlőre minden. A bajnokság kellős közepén jöttél, ha így mondhatjuk, lassan vége az alapszakasznak. Mire számítasz? Mennyire ismered a csapatot? Mennyire tudsz majd beilleszkedni a játékba? A beilleszkedésen is probléma igazából. Az ifistákat nem is, de az idősebb játékosokat személyesen ismertem igazából mindenkit, szóval azzal nem volt probléma. Hát hozzá kell még szokni, kicsit más, mint ahogy eddig volt Debrecenben, de nem lesz vele probléma. Majd, hogy nem ismerős közegbe érkeztem, kicsit más a csarnok, mint eddig volt, meg a város, de tényleg egy jó kis csapategység van itt is, ahogy én látom, mindenki befogadóképes, én is be tudok illeszkedni, ifistákkal is jól megértjük egymást, meg hát még időre van szükség, ugye, egy nem tudom, 2-3 hete vagyok itt, nem túl sok idő. Idő kell mindennek, hogy kialakuljon, de szerintem jó úton vagyunk, és nem lesz probléma. Emellett szélső poszton sikerült erősítenünk Mezőkövesdről, egy kettős igazolással sikerült elhozni Vereb Máté személyében egy nagyon fiatal, 18 éves srácot, aki az NB1-s bajnokság mellett az NB2-tőben minket fog segíteni. Ő is volt pár edzésen és pár edzőmérkőzésen, és meggyőzően teljesített, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mindenképpen a csapattal fog majd remélhetőleg minél több sikert elérni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vannak mind a ketten. Csak három meccs van vissza az alapszakaszból. Tekintünk az alapszakaszon túlra, vagy egyelőre csak ez a három meccs, ami a szemetek előtt lebeg?
Hát, hogyha úgy nézzük, akkor nem is csak a három meccs, hanem egy meccs lebeg előttünk, mindig az aktuális következő, amire nagyon készülünk. Ugye most rengeteg időnk volt, ugye úgymond a Balmazújvárosra felkészülni, és abszolút nem tekintettem még annyira se előre, hogy a Böszörménnyel foglalkozzunk. Az edzéstervben már megvan, a videóim megvannak, de igazából csak a Balmazújváros az, amivel most jelen helyzetben foglalkozunk, és majd, hogyha letudtuk szombaton, akkor áll át a fejünk, és próbálom átállítani a srácok fejét is a következő ellenfélre. Szerintem a fiúk lelkismeretesen készülnek és készültek, és hát egész biztosak benne, hogy a közönségünkre is számíthatunk, próbálunk majd egy kicsit hazai pályát teremteni Balmazújvároson is, azt követően pedig ugye két hazai mérkőzéssel zárjuk az alapszakaszt. Azt tudom, hogy sok néző van és jó hangulatot tudnak teremteni. Hát várom, hogy átélhessem, ugye a második fordulunk itthon lesz a Böszörmény ellen. Ott is a győzelem lesz a cél, remélem ezzel meg tudjuk örvendeztetni a szurkolókat is egy jó mérkőzéssel és egy két ponttal. Ne is kérdezzelek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az alapszakasz után? Kérdezhetsz, és hát természetesen, ahogy mindig is elmondtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha a felsőházba kerülnénk. Mindenkinek ez a vágya, ez az álma. Nagyon sokan vannak itt, akiknek még NB2-es érmük sincs, többek között nekem sincs. Nemhogy edzőként, még játékosként sem sikerült megszerezni, úgyhogy ha mondhatom, hogy vannak terveink és céljaink, akkor ez mindenképpen közötte van, hogy érmért megyünk. Nem akarok itt most túl nagy ábrándokat kergetni, de amikor elkezdtük ezt a projektet, azért volt egy olyan vágyunk, hogy valamikor akasszanak már érmet a fiúk nyakába, úgyhogy egy ilyen titkos reményem van, hogy valahogy oda tudunk érni, de elképzelhető az is, hogy egy ennél kisebb eredménnyel is elégedettek leszünk, illetve az is lehet, hogy a végén akár egy éremmel is elégedetlenek. Nem tudjuk még eleve, hogy félig tele vagy félig üres lesz az a bizonyos pohár, de hogyha mindent megteszünk és azt a mentalitást, azt a küzdőszellemet fogjuk látni a szurkolókkal egyetemben, mint az őszi szezon legnagyobb részében, különösen a második felében, akkor úgy gondolom, hogy ki kell jönni a reális tudásunknak. Lehet nagyon nagyot álmodni, akár egy bajnoki címet is? Lehet, és hát ugye ez a legjobb hozzáállás, hogy igen, de ezt majd a befektetett munkát tekintve, ha hozzuk az eredményeket, akkor majd ezt így a tavasz végére megmondom nektek.